Érik a gyümölcs, nagyjából egy hét múlva kezdődhet el a szabolcsi dinnyetermés betakarítása. Népszerű fizetési mód, egyre többen fizetnek bankkártyával az üzletekben hazánkban is. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi felmérése szerint 30% feletti a növekedés mértéke. Sportfejlesztés, augusztusra készül el a kisvárdai Besenyei György gimnázium új atlétikai centruma. Nagyjából egy hét múlva kezdődhet el a szabolcsi dinnyetermés betakarítása. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A gyümölcs érése jól halad, egyes gazdák már szedik földjeikről a dinnyét. Bár a felvásárlási árakról még nem lehet beszélni, az biztos, hogy a termelők nem örülnek az áruházláncok árleszorító dinnye akcióinak. Igen, hát látjuk azt, hogy még... Én nem érett teljesen, még a bajusz is zöld, úgyhogy esett az eső is mostanában, úgyhogy ez még fog nőni 2-3 kilót. Látszik azért a szélnek a nyoma is, hogy korábban volt itt szél, mikor kicsi volt a dinnye. A dinnyetermést szemrevételezi az egyik termelő Nagycserkesz határában. A községben körülbelül 50 család foglalkozik a termesztéssel, nagyjából 100 hektáron. Az idei betakarítás lassan elkezdődik, a gyümölcs érése megfelelően halad. A korábbi tapasztalatok szerint az elmúlt években hektáronként körülbelül 200-300 mázsát tudtak eddig betakarítani a földekről a nagycserkeszi termelők. Nagyon közel járunk már a betakarításhoz. Egy-két termelő már talán szedegetett is, vagy elkezdte szedni. Úgy látom, hogy körülbelül pár nap, egy hét kell körülbelül ahhoz, hogy szedni tudjuk, és nyilván onnantól kezdve folyamatosan szedjük és látjuk el a piacot. A magyarországi görögdinnye termés az előrejelzések szerint az idén mintegy 200 ezer tonna lesz, sárga dinnyéből 18 ezer tonna várható. A gyümölcsöt mintegy 5000 hektáron, sárga dinnyét mintegy 600 hektáron termesztenek. Az országos termés mintegy 70%-át Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye adja. A termelők ugyanakkor nem örülnek az áruházláncok dinnye akcióinak, mivel ezek az árak a felvásárlási árakra is hatással lesznek. Természetesen nem örülünk neki, hogy ezek az áruházláncok ilyen hamar lenyomják az árat. Ugye elég sokba kerül a termelés, nem könnyű előállítani a termést. Nyilván meghatározza valamilyen szinten a piacot, hogyha egyes áruházláncok nyomott áron adják, tehát hirtelen zuhan le az ára a dinnyének. Bár a felvásárlási árakról még nem lehet beszélni, a piacokon jelenleg kilogrammonként nagyjából 150 forintos árakon lehet vásárolni a dinnyét. Az import gyümölcs a nagyobb bevásárlóközpontokban kilogrammonként 89 és 100 forint között kapható. Az eddigi tapasztalatok szerint a dinnye nettó felvásárlási ára a bruttó fogyasztói ár 25-30%-át teszi ki. Egyre többen fizetnek bankkártyával az üzletekben hazánkban is. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi felmérése szerint 30% feletti a növekedés mértéke, és az érintéses fizetések száma is folyamatosan nő. Azért is lehet népszerű a kártyás fizetés, mert a PayPass-nak köszönhetően gyorsabb a tranzakció. Ez a változás a gazdaságra is jó hatással van, ugyanis a készpénz előállításának nagy a költsége, közölte televíziónkkal Gergely Péter elemző. Minél több készpénz van forgalomban egy országban, az annál jobban segíti a fekete gazdaságot. Ezért is fontos, hogy egyre többen használják a bankkártyájukat, közölte Gergely Péter elemző. Az elmúlt években főleg a gyorsasága miatt lett népszerűbb hazánkban is a kártyás fizetés. 5000 forint alatt PIN kódot sem kér a terminál, ha PayPass funkcióval is rendelkezik a kártyánk, így a fizetés mindössze pár másodpercig tart. Ennek igazából azért van lényege, egyrészt nagyon jó az, hogyha nem kell magunknál készpénzt tartani, ugye nem is tudjuk elveszíteni, nem is nagyon tudnak minket kirabolni, viszont gazdasági szinten a Magyar Nemzeti Banknak volt pár évvel ezelőtt egy tanulmánya, és azt számolták ki, hogy 100 milliárd forintot meg tudnánk spórolni Magyarországon, ha
ha nálunk is annyian vásárolnának bankkártyával, mint mondjuk a svédeknél vagy a finneknél, és emiatt sokkal kevesebb készpénzt kellene gyártani, sokkal kevesebb készpénzt kellene szállítani, ami nagyon-nagyon drága. A bankkártyás fizetésnek nincs kockázata, tette hozzá Gergely Péter. Ha valami történik a kártyával, az szinte minden esetben a tulajdonos felelőssége vagy éppen hibája. Mára egyre kevesebben tartják a kártya mellett egy kis cetlire felírva a PIN-kódjukat, vagy írják rá közvetlenül a plasztik kártyára. Az érintéses, azaz a PayPass-os fizetési lehetőségen túl már a mobiltelefonokat is lehet használni erre a célra. A diákoknál egyértelműbben, a diákoknál, fiataloknál sokkal inkább használnak bankkártyát. Sőt, most ugye már három banknak is van olyan mobil applikációja, ahova a bankkártyát össze tudjuk kapcsolni a banki applikációval a telefonunkon, és nem is a bankkártyát kell odaérintenünk a terminálhoz, hanem a telefonunkat, és ugyanúgy tudunk ezzel fizetni. Szerintem ez el fog egyre jobban terjedni a jövőben, és a fiatalok is ugye nagyon sokszor használják a bankszámlájukat, a bankkártyájukat. Az idősebb generációnál is van egy réteg, aki a bankkártyáját használja. Tehát szerintem, ahogy az idő megy előre, egyre többet fognak bankkártyával vásárolni. A bankkártyás fizetés nem csak az üzletekben kezd egyre népszerűbbé válni, az internetes vásárlások alkalmával is egyre többen választják ezt a fizetési lehetőséget. A vásárlásokról érdemes SMS értesítést is kérni, így rögtön kiderül, ha más is használja kártyánkat. Augusztusra készül el a kisvárdai Besenyei György gimnázium új atlétikai centruma. A 408 millió forintos sportfejlesztés mellett az intézmény egy 33 millió forint értékű uniós pályázat segítségével informatikai eszközöket vásárol, valamint programozást és robotikát érintő képzéseket indít el. Tavaly szeptemberben adták át a gimnázium új, a tanulást és a tanítást segítő interaktív digitális okostantermeit. A nagyméretű fali monitorokat, a több mint 100 munkaállomásként használható táblagépeket, illetve az internet elérés lehetővé tevő wifi csomagokat és szoftvereket az intézmények erre kialakított tantermeiben használhatják a diákok. Egy hasonló program keretében most többek közt 3D-s nyomtatókat, CNC, eszterga és rajzgépet vásárol a Besenyei. A cél, hogy képzések keretében megismertessék az általános és középiskolás diákokkal a programozást és robotikát, amelyeket később akár tantárgyként is bevezethetnek. Megpályáztunk egy magyar-szlovák együttműködésbe, úgynevezett Intersect pályázatba, a négyes prioritási tengelyen egy programot. Ez azt célozza meg, hogy a Királyi Helmészi Gimnázium és a Kisvári Besenyő Gimnázium között egy együttműködésre kerül sor, ami a programozás robotika irányába fordítja az iskoláknak a szekerét, amihez 106 ezer eurót nyertünk, és most kezdődik ennek a pénznek a felhasználása. Elsőbb eszközöket vásárlunk, oktatást fognak kapni a kollégáink, és mindenféle képzéssel fogjuk megkínálni a környékbeli általános iskolák tehetséges tanulóit, azért, hogy találkozzanak ezzel. Ez összhangban egyébként a digitális oktatási stratégia koncepciójával is. Az iskola a tehetséggondozás mellett a sportra is kiemelt figyelmet fordít. A gimnázium területén új atlétikai centrum épül. A 408 millió forint értékű fejlesztés keretében bővítik a tornatermet, és hadsávos futópályát hoznak létre. Körülbelül augusztusra várható az atlétikai centrumunknak az átadása, ami azt jelenti, hogy egy olyan jellegű, minden tekintetben felszerelt pályát fog kapni az iskolánk, ahol akár diákolimpiai rendezvényeket is le lehet bonyolítani. Ez rekordtávolítású pályákat jelent, 70 méteres fedett futófolyosót, ami télen hasznosítható, nagyobb tornatermet és különböző labdajátékokra alkalmas területeknek az átadását jelenti a tanulók esetében. Ami szerintünk, miután iskolánknak az is fontos profilja, hogy a sport esetében gondozzuk a tehetségeket és élsportolókat neveljünk ki. Ez úgy gondoljuk, hogy egy órási lehetőség, hogy ezt az iskolánk ebbe részesülni fog. A jelenlegi fejlesztés alkalmával a tornaterem új sportburkolatot kap, és megújulnak az öltözők is. Az atlétika pálya felé lelátó épül, ami alatt bemelegítésre alkalmas belső teret egyaránt kialakítanak. Újabb nyíregyházi önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan lesz az enyészeté, tette fel a kérdést Lengyel Máté a Jobbik mai sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus ezzel a Művészeti Szakközépiskola volt kollégiumi épületére utalt, amely Nyíregyházán a Moszkva utcán található. Lengyel Máté szerint az önkormányzat nem gondoskodik az épület állagának megóvásáról,
holott az 1538 négyzetméteres földszint plusz három emeletes épület több mint 300 millió forintos értéket képvisel. Attól félünk, hogy az ingatlan a Szarvas utcai irodaház sorsára fog jutni. Félünk attól, hogy egy szándékos állagromlásról lehet beszélni, és az önkormányzat szándékosan nem tesz semmit az ingatlannak a hasznosítása érdekében, és félünk, hogy ennek az a célja, hogy későbbiekben egy haveri cég, egy fideszes stróman kedvezményes áron vegye meg az épületet. Bemutatták Kéri Péter Petőfi hagyományok Szatmárban című filmjét a Murid-Zsigmond megyei és városi könyvtárban az Értékes Esték programsorozat keretében. Az alkotásról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A szlovéniai edzőtáborozást követően ismét az örökösföldi pályán készül a Nyíregyháza Spartakusz. Lucsánszki Tamás együttese egy győzelemmel, egy vereséggel és két döntetlennel zárta az edzőtábort. Két versenyen is rajthoz állnak ezen a héten a nyíregyházi férfi diszkoszvetők. Szikszai Róbert és Káplár János szerdán Szombathelyen, szombaton pedig Veszprémben a Balaton bajnokságon lép dobókörbe. Bemutatták Kéri Péter Petőfi hagyományok Szatmárban című filmjét a Murid-Zsigmond megyei és városi könyvtárban az Értékes Esték programsorozat keretében. A filmrendező maga mutatta be az alkotást az érdeklődőknek. A film készítését hosszas kutatómunka előzte meg. Kéri Péter Kis Kálmán nagyari születésű főiskolai tanár közreműködésével gyűjtött adatokat arról, hogy mi történt Petőfi Sándorral, amikor itt járt a szatmári térségben, kikkel találkozott, akik később megjelentek az írásaiban is. Én merem állítani, hogy a legnagyobb magyar költő. Rengeteg olyan írása van, versei vannak, amire ha beleolvasunk, vagy belelapozgatunk, érezzük magunk között azt a kort, érezzük azokat a feszültségeket, azokat a tájakat, azokat az embereket, és mindent, amiről ő olyan stílusban írt, amilyet talán senki nem produkált rajta kívül. Ez engem régen megfogott, és én úgy gondoltam, hogy érdemes lenne, mivel lelkitársak vagyunk, fogalmazzak így, vagy nem is tudom, hogy motoszkált bennem ez a gondolat, és hát jött egy ilyen adandó alkalom, hogy akkor próbálunk ezzel valamit kezdeni. A Petőfi hagyományok Szatmárban című filmet a nyíregyházi Murid-Zsigmond könyvtárban az Értékes Esték programsorozat keretében mutatták be. Kéri Péter életműve a megyeszékhelyről, annak történelméről és természeti kincseiről májusban bekerült a nyíregyházi települési értéktárba. Én azt tudom mondani a városlakóknak, hogy járjanak nyitott szemmel itt Nyíregyházán, fedezzék fel a még fel nem fedezett nemzeti értékeinket, és küldjék el javaslataikat a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságának, hogy ezek a helyi nemzeti értékek is bekerülhessenek az értéktárba, és ezt is be tudjuk majd mutatni itt Nyíregyházán. Vannak már beérkezett javaslatok, amelyet a héten fog a bizottság elbírálni, tehát a következő negyed évben remélhetőleg ezt be is tudjuk mutatni, és mindig az adott nemzeti értéknek az aktualitásához, a helyszínéhez kapcsolódva igyekszünk bemutatni. Ilyenkor ez egy különleges alkalom, hogy itt a megyei könyvtárban, a konferencia termünkben egy vetített képes előadás keretében tudjuk bemutatni például ma Kéri Péter filmrendező alkotásait. Augusztusban a Murid-Zsigmond könyvtár helyismereti gyűjteményét mutatják be az Értékes Esték programsorozat keretében Nyíregyházán.
A szlovéniai edzőtáborozást követően ismét az örökösföldi pályán készül a Nyíregyháza Spartakusz. Lucsánszky Tamás együttese egy győzelemmel, egy vereséggel és két döntetlennel zárta az edzőtábort. A Spari vasárnap a Cigánd ellen tartja a bajnoki főpróbát a Városi Stadionban. A 10 napos edzőtáborozást követően már hazai környezetben végzi a bajnokság előtti finom hangulást a Spari. A csapat tökéletes körülmények között tudott dolgozni Szlovéniában, a napi edzések mellett csapatépítő programokra is jutott idő, és nem mellékesen 4 felkészülési meccsen is pályára lépett Lucsánszky Tamás együttese. Az orosz Andzsi Mahacskala ellen 3-2-re győztek, a szerb FC Cukaricskitől 2-1-re kikaptak bajzáték. A szintén szerb Dinamo Vranje ellen 1-1-re, a szlovén Farmtech Verzej ellen pedig gól nélküli döntetlenre végződött az edzőmeccs. A vezetőedző összességében elégedett volt a 10 nap tapasztalataival. Ideális körülmények között készültünk minden szempontból, mind a pihenés, mind a munka szempontjából nagyon jó volt. Én annak is örülök, hogy a sérülés elkerült a csapatot, tehát azt gondolom, hogy sikerült azt a tervezett munkát, amit szeretnénk elvégezni, kondicionálisan mindenféleképpen. Van mit csiszolni védekezésben és támadásban is. Ugye úgy volt megosztva az első 2 mérkőzés 45-45 percekkel ment, a második 2-t elosztottuk 90-90-re lehetőség szerint, vagy majdnem így. Ugye nyilvánvalóan figyelembe vettük a heti munkának az értékelésénél is, hogy ki 90, ki egy kicsivel kevesebb. Azt gondolom, hogy mind védekezésben, mind támadásban tudatosság és a játék irányításában van előrébbni valónk. A csapatkapitány Rudolf Gergely szerint mind a pályán, mind az öltözőben egyre inkább összeérik a csapat. A támadó a felkészülési meccseken mutatott játék alapján bizakodó a jövőt illetően. Úgy gondolom, hogy jól felkészültünk, napi 3-at edzettünk, tényleg annyi volt, hogy edzettünk, ettünk, meg aludtunk, úgyhogy nagyon kemény volt, alakul a csapat. Én nagyon pozitív vagyok, mert az edzőmérkőzéseken jól néztünk ki, és úgy gondolom, hogy sikerült azokat úgy nagyjából megvalósítani, amit a mester kért. Nyilván majd a tét meccsek lesznek a fontosak, ahol már ugye tétre megy, és ott már nem lehet ilyen kisebb hibákat véteni, mint amiket mondjuk esetleg vétettünk, de én nagyon pozitív vagyok, új játékosok nagyon jól beilleszkedtek, úgy gondolom, és hát várom már az első mérkőzést. A Spari vasárnap 18 órai kezdett el a Cigánd elleni pályára a Városi Stadionban. Az NB2 nyitófordulójában július 30-án Budafokon vendégszerepel Lucsánszky Tamás együttese. Két versenyen is rajthoz állnak ezen a héten a nyíregyházi férfi diszkoszvetők. Szikszai Róbert és Káplár János szerdán Szombathelyen, szombaton pedig Veszprémben a Balaton bajnokságon lép dobókörbe. Szikszai azt követően Tatára utazik edzőtáborozni, hogy felkészüljön az augusztusi univerziádéra. Az idei esztendő amolyan átmeneti év Szikszai Róbert és Káplár János számára. A két nyíregyházi diszkoszvető kiöregedett az utánpótlás korosztályból, így most már a felnőttek között kell bizonyítaniuk Kerekes László tanítványainak. Szikszai Róbert az idei évben szerette volna megdobni a londoni világbajnokság 65 méteres kiküldetési szintjét, de ettől egyelőre még elmaradt a korábbi junior Európa-bajnok, U23-as Európa-bajnoki bronzérmes versenyző. Ettől függetlenül az év eddigi versenyein elért eredményeire nem lehet panasza, mivel rendre jócskán 60 méter fölé repült a kezéből a diszkosz. Az idei év ez eddig nagyon stabilnak tűnik, 61-62 métereket gyakorlatilag minden versenyen tudom hozni most már, 6-7 verseny óta. Most már ebből kéne azért ebben benne van most már egy nagyobb dobás, reméljük most a szerdai vagy a szombati verseny alatt az ki is fog jönni. Technikailag sokat fejlődtem, az szerintem, és a mellé párosult is az erő, amit hogyha ki tudunk hozni, akkor egy olyan 64-65 méter is elérhető lehet. Kerekes László edző szerint sok mindennek össze kell jönnie ahhoz, hogy egy diszkoszvető kiugró eredményt érjen el. Nagyon apró nüanszokon múlik a dolog, hogy jól érezzék magukat, jól legyen az idő, mert az nagyon fontos, hogyha milyen szombatéti verseny, merről fúj a szél, milyen a hőmérséklet, milyen a dobókör, és hogy milyenek az ellenfelek. Na most ez most úgy néz ki, a hétvégén meg lesz, illetve szerdán is a hétvégén meg lesz, úgyhogy bízom abban, hogy jó eredmények fognak születni. A szombathelyi és a veszprémi versenyt követően Szikszai Róbert Tatára utazik, hogy felkészüljön az univerziádéra. Az egyetemisták és főiskolások világjátékát augusztus 23-a és 28-a között rendezik Tajpejben. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Nagyjából egy hét múlva kezdődhet el a szabolcsi dinnyetermés betakarítása. A gyümölcs érése jól halad, egyes gazdák már szedik földjeikről a dinnyét.
Bár a felvásárlási árakról még nem lehet beszélni, az biztos, hogy a termelők nem örülnek az áruházláncok árleszorító dinnye akcióinak. Egyre többen fizetnek bankkártyával az üzletekben hazánkban is. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi felmérése szerint 30% feletti a növekedés mértéke, és az érintéses fizetések száma is folyamatosan nő. Azért is lehet népszerű a kártyás fizetés, mert a PayPass-nak köszönhetően gyorsabb a tranzakció. Ez a változás a gazdaságra is jó hatással van, ugyanis a készpénz előállításának nagy a költsége, közölte televíziónkkal Gergely Péter elemző. Augusztusra készül el a kisvárdai Besenyei György gimnázium új atlétikai centruma. A 408 millió forintos sportfejlesztés mellett az intézmény egy 33 millió forint értékű uniós pályázat segítségével informatikai eszközöket vásárol, valamint programozást és robotikát érintő képzéseket indít el. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 18-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is napos, nyári időre számíthatunk. Anticiklonális hatások uralkodnak térségünkben, továbbra is meleg levegő áramlik fölénk. Este még egy-egy zápor előfordulhat, majd éjjel kiderül az ég. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben általában gomoly felhős, napos idő várható, napközben egy-egy zápor előfordulhat. A déli szél helyenként megélénkül, délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban is túlnyomóan napos, csapadékmentes, egyre melegebb, igazi strandidő várható. Péntektől aztán megnövekszik a záporok, zivatarok esélye, de a hőmérsékletben csak a jövő hét elején valószínű majd visszaesés.